Sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, minden érdeklődőt. A kezdők alkalmát látják. Ez alkalommal a téma, hogyan tegyünk bizonyságot, hogyan tegyünk tanúságot a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Tartsatok velünk az Ézsaiás könyve 6. részéből, a 8. versszakot olvasom, aztán majd egy másik igehelyet. Ézsaiás könyve 6. rész 8. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben, én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. A másik ige, amit felolvasunk, az az apostolok cselekedetei 1. rész 8. versében van. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Aztán még felolvasom nektek Pálnak a szavait, tehát olvastuk az apostolok cselekedeteit, és most folytatom, Pál ezt mondja, én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékeszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. 1 Korintus 2, 1 és 2. verse. Hát ez egy nagyon meghatározó dolog. Tovább olvasom, a tanítványok Jézus életének és munkájának a tanúi. Tehát az lehetett tanítvány, apostol, aki látta az Urat, és személyes közössége volt vele, és a szavai, cselekedetei, élete tudott tanúskodni Jézus Krisztusról, és az egész életünk tanúskodhat a Jézus Krisztus bennünk elvégzett munkájáról, és nem csak nagy okosságokat beszélünk, mert nem ez a tanúságtétel, hanem a bizonyságtétel azt jelenti, hogy elmondom, hogy mit tett Jézus értem, és mit tett Jézus bennem. Nos, hát akkor Jézus azt mondta, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ez a 10. rész, Máté 10. rész, 32-től a 33-ig. Nagyon gyönyörű igéket olvastunk itt. Az új életünkkel mit is kezdjünk, mi a célja az új életünknek, miért hívott el az Úr, és mi végre vagyok, mint újjászületett ember ezen a világon. Sokféle kérdést tehetünk föl magunknak is, meg egyáltalán a hívő ember létének is. Az egyik dolog, amit itt az Ézsaiás könyvébe olvastuk, hogy az Úr megkérdezte, hogy ki megy el követségünkbe, a mennyei atya követségébe, hogy a bűnös ember hazataláljon. És akkor ugye ezt olvasok Ézsaiás könyvébe, én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. És ez a lényege, hogy Uram, kéznél vagyok, engem küldj. Egyszer egy kisfiú
akinek nem voltak szülei, nézegette nagyon a cukrászdai kirakatot, sok finom sütemény volt benne, ő soha sem tudott magának ilyet venni, és senki se adott neki. És ahogy ott nézegette, nyalogatta a szája szélét a kis piszkos szakadt ruhájába, egy matrózkapitány megállt mellette, és azt kérdezte, ugye nagyon finomak ezek a sütemények. A kisfiú mondta, én nem tudom, mert én sose ettem belőle. Azt kérdezte a kapitány, szeretnél? Azt mondta, igen. Akkor bevitte a kapitányt, és a kisfiúnak mindent, amit szeretett volna, rendelt. Megvárta, míg jó ízűen megette, kitörölte az ujjacskájával a tányért, egy morzsa se vesszen el belőle. És akkor azt kérdezte tőle a kapitány, eljössz velem a hajóra, ott minden nap van ennivaló. És van valami akadálya? Kisfiú kihúzta magát, megigazította a kis piszkos ruháját, és azt mondta, készen vagyok, itt vagyok, mehetünk. Ugyanígy van a megváltott bűnös ember is, akinek kicsit nem úgy áll a ruhája, és aki már megkóstolt azokat a finom süteményeket, és tudja, azt belekóstolt a Krisztustól kapott új életbe, és tudja azt, hogy a legjobb helye Krisztus mellett van. Amikor az Úr ma megkérdez téged, hogy ki megy el követségünkbe, akkor te azt mondod, hogy itt vagyok, készen vagyok, küldj el engem. Ez a lényege a bizonyságtételnek, a hogyan tegyünk bizonyságot, ha szívünkben megvan a Krisztus iránti szeretet, a mennyei Atya iránti szeretet, Jézus Krisztusba, a megváltó iránti szeretet, akkor kikívánkozik belőlünk a bizonyságtétel, és itt az igében, amit olvasunk, tehát az új életre jutott embernek van élő bizonyságtétele, a Krisztusról, a megváltásról kíván beszélni. Gondolom ez a kisfiú sokat beszélhetett azokról a finom süteményekről, amit megkóstolhatott, de legfőképpen a kapitányról, aki mellett a hajón lehetett, és később szolgálhatott, mert ő is matróz lett. Jézusról való bizonyságtételnek élőnek kell lenni, rengeteg sok rizsát és dumát hallgat a keresztény tagság a templomokba, de aminek nagyon értéke van, az az élő bizonyságtétel, amiket szavakkal, cselekedettel, egész életünkkel meg tudunk élni, be tudjuk mutatni az embereknek. Amit elmondunk, az a bennünk elvégzett munkája Jézus Krisztusnak. Jézus tanította a tanítványait, és ott voltak vele, és amiket átéltek, és amiket megtapasztaltak, amik a saját életük részévé váltak, azokról bizonyságot tettek, és az Úr velük együtt munkálkodott, kinyújtotta a kezét beteg gyógyításra, és tanítottak is, hiszen a tekercsek voltak csak írott, kézzel írott tekercsek, amik nagyon drágák, nagyon ritka példányok voltak, és az egyszerű emberek nem tudták azt megvenni, ezért nem volt ige, és azok, akik Jézussal együtt voltak, Jézust látták, Krisztus megváltott gyermekei voltak, akiknek az Úr kijelentette magát, azok tanítottak, és az embereket Krisztushoz vezették. A mai hívő embernek is ezen az úton kell haladni, e végre vagyunk a világba, hogy hitelesen éljük meg a Krisztussal való, a feltámadottal való közösséget,
hogy az életünkből kiáradhasson a Szentlélek ereje, mert közösségben vagyunk a Szentlélek által a feltámadott Jézus Krisztussal, és a kijelentett ígéről is. Egy-egy ige, amit a Szentlélek kijelent, olyan élő tud lenni, hogy másokat is arra indít, hogy Jézust megismerjék. Ugye ezt mondja az ige, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Vagyis sokkal nagyobb jelentősége van a bizonyságtevésnek, mint gondolnánk, mert aki Jézusról tesz vallást, bizonyságot az emberek előtt, arról Jézus a mennyei atya előtt emlékezik meg. A zárt ajkak, az elhallgatott bizonyságtételek oda vezetnek, hogy majd egy napon, amikor számot kell adni az életünk napjairól, idejéről, akkor az Úr majd azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket, mert hogy itt azt olvastuk az előbb az ígéből, a Máté Evangélium a 10. részébe, 32. 33. versébe, hogy én is majd megtagadom az én mennyei atyám előtt, aki megtagadja az én nevemet. Nagyon fontos, hogy a hívő embernek legyen Krisztusról való élő bizonyságtétele, ez csak akkor lehetséges, ha napi személyes közösségünk van Isten igéjével, a Szentlélek által, akkor az Úr tud hozzánk szólni, és mi el tudjuk mondani az embereknek mindazt, amit hozzánk szól, amit velünk tett. Sokan azt mondják, hogy nekik nincs tehetségük arra, hogy prédikáljanak. Nem mindenki rendeltetett arra, hogy ige hirdető legyen, hogy rendszeresen prédikáljon, de hogy legyen élő bizonyságtétele, és bizonyságot tegyen, az minden hívő embernek a kötelessége. Más a prédikáció, és más a bizonyságtétel. Mindkettőre szükség van. A prédikáció Isten igéjének a rendszeres hirdetése, ugye az ige hirdető továbbadja és alkalmazza az üzenetet, amit a Bibliából kapott. A bizonyságtétel, az tanúságtétel annak a személyes átéléséről, amit Jézus bennünk tett. Megváltott az Úr, kijelentette magát, hogy hogyan tette ezt, hogy megbocsájtotta a bűneimet, mert bűnbánatot adott a Szentlélek által, hogy megtisztított, hogy a Szent Lelkével újjászült, hogy betöltött a lélek erejével. A bizonyságtétellel kapcsolatban valaki mondta, hogy én akkor teszek bizonyságot, ha kérdezek, de úgy élek, hogy kérdezzenek. Ez is nagyon számít. A mai emberrel kapcsolatban ugye sok nehézség van már a hitbeli dolgokkal kapcsolatban, mert nem is értik azt a bibliai nyelvezetet, amit használunk. Minden szót külön meg kellene magyarázni, hogy mit jelent, de nem volt könnyebb Pál apostolnak sem a helyzete. Egy egészen más vallási kultuszra voltak hangolódva az emberek, bálványokat imádtak, és hát nagyon ragaszkodtak is az emberek a bálványaikhoz, és hogy a bizonyságtétel az Úr félelme nélkül, az Úr ereje nélkül nem tud áttörni az emberek szívében, nem tud behatolni, nem tud áttörni az akadályokat. És hogy voltak
évek, amikor az emberekben nagyobb vágyakozás volt az Isten igéje után, most nagy lehetőségek vannak, és nem vágyakoznak. Voltak olyan idők, amikor szenvedéssel járt a bizonyságtétel, a régi időkben is Dánielt és a társait égő tüzes kemencébe vetették, és hogy az volt a bizonyságtétele Istennek, hogy megmentette ebben a vészhelyzetben a fiúkat. És hogy hát ott akkor leborultak az emberek megrendülve, és hogy az Úr ilyen módon is közbeléphet, hogy nagy erő megnyilvánulás mellett mutatja meg önmagát, és ugyanakkor egy egyszerű kis ember bizonyságtételét is megáldja az Úr. Volt Afrikában egy egyszerű ember, ő nem nagyon tudott beszélni, de az Úr megragadta a szívét, nádból csinált magának egy kis keresztet, és azzal a kereszttel ment emberek közé bizonyságot tenni, és megtértek az emberek úgy, hogy olyan nagy megmozdulás volt, hogy az egyik országban már nem engedték, hogy ezt a keresztet bevigye, mert azt gondolták, hogy hát annak a bűvhatása ez, de a Szentlélek mellé adja magát a bizonyságtévőnek, és azt írja a Márk evangélium is, hogy az Úr megerősítette jelekkel és csodákkal a mi szolgálatunkat. Hogy hogyan tegyünk bizonyságot, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Biblia szellemébe történő bizonyságtétel a bizonyságtétel. Itt, ahogy hallottuk is, hogy az Isten gondviselő szeretetéről való bizonyságtétel azok között, akik nyomorúságban vannak. Nagyon emlékezetes a számomra, egy 14 éves kislánnyal beszélgettem Isten szeretetéről, és hogy Isten mindenkit hív, és mindenkit szeret, és sose hagy el. És elmondtam neki, hogy milyen nehézségben, nyomorúságban éltünk, és hogy soha nem ettünk narancsot, mert az én gyerekkoromban, az a mi országunkban nem volt, és hogy egyszer imádkoztunk, hogy az Úr adjon narancsot, és csodálatos módon átéltük, hogy másnap valaki néhány narancsot hozott, és úgy nem a narancsnak örvendeztünk, hanem annak, hogy milyen gondviselő Istenünk van, aki tudja a mi kívánságainkat. És ez a kislány másnap, azt mondta, hogy nem tér meg, ő nem hisz Istenbe. Ez volt a beszélgetésnek a summája. Én ugye elmondtam Isten szeretetéről, amit a magam életében megtapasztaltam, és néhány nap múlva újra meglátogattam a szüleit, akik nagyon kedves emberek voltak, és jött a kislány, Erzsikének hívták, és azt mondta, képzelj el, én is imádkoztam egy narancsért. Azt mondtam, Istenem, ha vagy, akkor engedd meg, hogy én is megtapasztaljam. És azt mondja, hihetetlen, de a nagybátyám egy messzi vidékről érkezett, és narancsot hozott nekem, és a hideg kirázott, amikor megláttam a narancsot, mert tudtam, hogy Isten megmutatta az ő szeretetét. Egy-egy kis bizonyságtételnek lélekmentő ereje lehet, másrészt pedig ugye az üdvözítő szeretetéről szól, mert hogy én nem csak a narancsról tettem bizonyságot, hanem arról, hogy az Úr engem megváltott, megszabadított, és milyen nagy öröm az életemben az, hogy új életem van, mások a céljaim, hogy az Úr minden nap velem van, és ez a kislány is erre vágyott. Igen, valóban így van, hogy a nagyon sok bizonyságtétel lehetséges, ami Isten szeretetéről szól, gondoskodásáról, de az üdvözítő szeretetéről kell, hogy minden bizonyságtételben ott legyen,
Ugye Jézus maga vitte fel a fára a bűneinket, és mi nekünk az ő sebeibe van a gyógyulásunk, az üdvösségünk, a szabadulásunk. Tehát a gondviselő szeretetről sok személyes tapasztalatunk van, melyekkel építhetünk másokat, és én magam is, amikor egészen fiatal lévő voltam, sokat voltam együtt Hatvani Margittal, aki a Neszmélyi Árvaháznak volt az alapítója egészen fiatalon, és ő mindig Isten dicsőségére elmondta, hogy az Úr hogyan viselt gondot az árvákra, hogy soha embereknek el nem mondták, de az Úr mindent tud. De itt a néni életében sem ez volt a központi bizonyságtétel, hogy mit is kaptak, hogy is kaptak, hanem az, hogy az Úr soha nem feledkezik el, hogy minden imádságot meghallgat, hogy az Úr szeretete mindenki számára elérhető. Nem volt olyan árva gyerek, aki ne tapasztalta meg Isten gondviselő szeretetét, és sokan megtértek az árvaházba, és felnőtt emberként is. Én is ismertem jó néhányokat, akik hívő emberként élték az életüket, és mindenkinek Jézus megváltásáról, feltámadásáról tettek bizonyságot, és a Szentlélek Istennel való közösségről. Ha csak ezekről szól a bizonyságtétel, akkor az nem Krisztus központú bizonyságtétel, és nagyon fontos, hogy a bizonyságtételeink Krisztus központúak legyünk. Ha szeretünk valakit, akkor arról beszélünk. Ugye egy mennyasszony és egy vőlegény sokat beszél a szeretett társról, alig várja már, hogy találkozzon vele, és ha mi Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, és a szívünk tele van az Úr iránti szeretettel, akkor mi róla teszünk bizonyságot. A megváltásról, arról, hogy megszabadított a bűneinkből, arról, hogy milyen nehéz dolga volt az Úrnak velünk, mennyi sokszor megszólított, hogy nehezen láttuk be a bűnös voltunkat, még nehezebben, hogy Isten ellen vétkeztünk, és tettük azt, ami gonosz a szemei előtt. De arról is beszélhetünk, hogy milyen csodálatos az ő szabadítása, a Krisztus szabadságába élni. Én amikor megértettem fiatalon, hogy mit jelent a Krisztus szabadságába élni, akkor azt éltem át, hogy a Krisztus szeretetébe élni, és az ő szeretetét ebben a világban kijárasztani. És ez csak úgy lehetséges, ha beszélünk arról, aki meg tudja változtatni az életünket, aki az ő szent lelkének a szeretetével betölt, hogy azt tovább tudjuk adni az embereknek. Annyi sok magányos, elhagyott ember van, nem csak idős ember, de gyerekek is. Olyan nagyon sokszor látok gyerekeket egyedül. A nyáron több időt töltettem a Balaton partján, tábort vezettem, és sok mindent, és sokszor láttam, hogy a parton egyedül ülnek kisgyerekek egy telefonnal, nincs akivel beszélgessenek, azt nyomkodják, és hogy milyen rossz is egy magányos tinédzsert látni. Az Úr mindenkit szeret, és mindenkit megszólít, de rajtunk keresztül. Ugye a hívő embernek arról a kegyelemről kell bizonyságot tenni, amiben személyesen részesült, a megmentő szeretetről való tanúság, tétel, tulajdonképpen a bizonyságtétel, hogy elmondjuk azt, hogy hogyan ragadott meg minket az Úr Jézus Krisztus, hogy beszéljünk a megváltó szeretetéről, hogy hogyan ismertük meg és milyennek őt, Jézus Krisztust, az Isten fiát, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy Urunk és megváltónká lett,